Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, ahogy Zsuzsa kiváló felvezetéséből kiderült, az én nevem dr. Bányász Péter, és engem ért az a megtiszteltetés, hogy a következő 40 percben moderáljam ezt a rendkívül izgalmasnak ígérkező beszélgetést. Első körben arra kérném a partnereimet, hogy röviden mutatkozzanak be picit azért túlnyúlóbban, ahogy Zsuzsa ezt megtette, és ezt követően rátérünk a kérdésekre, amik nem szeretnék spoilerezni, de én már látom, hogy rendkívül izgalmasak lesznek, úgyhogy remélem ez a beszélgetés során is egy szabad, jó hangulatú légkörben fog eltelni. Köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyné Szabó Etelka vagyok, és az előbb, ami kimaradt, az nagyon fontos, mert hogy én 1992 óta vagyok a Rákosmenti Csicsergő óvoda. A technika tényleg ördögi. Működök? Jó. Akkor hangosabban megpróbálok beszélni. Akkor elnézést, és még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyné Szabó Etelka vagyok, és az előbb, ami kimaradt, az nagyon fontos információ, hogy 1992 óta vagyok a Rákosmenti Csicsergő óvoda intézmény vezetője, óvodapedagógus vagyok egyébként, és amellett szakértő vagyok, a Nemzeti Pedagógus Kar országos elnökségi tagja, és én képviselem az óvodákat a Nemzeti Pedagógus Karba. Egyébként az óvodánkba 1998 óta foglalkozunk az informatikai neveléssel, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy beszélgessünk arról, hogy miért is érdemes a pedagógusoknak, és már az óvodába is ezzel a területtel foglalkozni, és milyen lehetősége és milyen veszélyei vannak ennek a területnek. Köszönöm szépen. Köszöntök én is mindenkit, engem Ságvári Bencének hívnak, én szociológus vagyok a foglalkozásomat tekintve, és talán azért kerülhetek ide, mert az elmúlt években több olyan kutatást csináltam, vettem részt, ami magyar, illetve nemzetközi szinten is vizsgálta a gyerekek, fiatalok, tinédzserek internet használati szokásait, illetve a szülők reakcióit, azokat a stratégiákat, amiket a szülők alkalmaznak. És egyébként van 4 gyerekem, ami azért izgalmas, mert így kontrasztba lehet állítani a száraz tudományos okosságokat, és a gyakorlati tapasztalatokat, amikor nem működik az, amit a tudomány megjósol. Sziasztok, én Labonc Marci vagyok, a Békésmegyeri Veres Péter Gimnázium 7. B osztályos tanulója. Nagyjából 10 éves korom óta használom az internetet rendszeresen, eleinte különféle számítógépes játékokra, mostanában pedig már kapcsolattartásra és információszerzésre. Jó napot kívánok, Csanak Gabi vagyok, a Microsoftnak a marketing és operációs igazgatója vagyok. Hát legfőképpen azt mondanám el, hogy nekem is 2 gyermekem van, úgyhogy azon kívül, hogy én és a kollégáim az egész napot a virtuális térben töltjük, azért otthon a 2 gyerekemen keresztül a mindennapokban látom, hogy mi történik, milyen viselkedés minták jelennek meg a fiataloknál az interneten. Nagyon fontosnak tartom a mai napot, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Jó napot kívánok, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Dr. Farkas Attila Erik vagyok, a Digitális Jólét Program állandó szakértője. A Digitális Jólét Program az a kormányzati program, amelynek keretében 2015-ben a kormány elfogadta a digitális gyermekvédelmi stratégiát, amely egyrészt igyekezett felmérni az addig megtett tevékenységeket, a civil szférát ezen a területen, illetve azonosítani mindazokat a problémákat, mindazokat a elvégzendő feladatokat, amelyek elvégzésében a kormányra is feladat hárul. Egy lelkes kis csapat tagja vagyok, a lelkes kis csapat a DGS team, akik az elmúlt években sokat igyekeztünk dolgozni azon, hogy olyan programokat valósítsunk meg ezen a területen, amelyek segíthetnek a digitalizáció kockázatainak a kivédésében, de részleteket majd később, hogyha erre lesz mód.
Mindenesetre egy biztos, egy szakértő biztos ül közöttünk, Marci, mert ő az a generáció, aki, nem, bár nem szeretem ezt a kifejezést, de úgynevezett digitális benszülött, tehát ő neki már minden készsége megvan ahhoz, amit nekünk, idősebbeknek meg kell tanulnunk mindenek előtt. Köszönöm szépen! A kerekasztal beszélgetés témája, miért félnek a felnőttek, és miért olyan bátrak a gyerekek, hát azt gondolom első körben ezt próbáljuk megválaszolni. Ha már Marci szóba került, mint a legkompetensebb személy ebben, én akkor javaslom, hogy először ő reflektáljon a kérdésre. Hát szerintem azért, mert általában az emberek valamennyire félnek az új és ismeretlen dolgoktól, és a gyerekek ebbe a világba születnek bele, amíg a felnőtteknek ez egy teljesen új dolog, ha lehet így mondani. És az idősebbek a meglátásod szerint? Hát, az újdonság varázsa? Igen. Köszönöm. Aki. Azt javaslom így játékszabályként, hogy aki érzi, hogy válaszolna egyből. Szerintem a gyerekek azért is mozognak így könnyebben az internet világában, meg egyáltalán a virtuális térben, mert így erre utalva, ami miatt ma itt ülünk a biztonságos internet használattal, fiatalabb korban azért kevesebb a félelem érzet bennünk, sokkal könnyebben mozgunk egy akár új világban, akár egy ismeretlen világban is. Felnőttek tapasztalataikra építve már azért jobban meggondolják, hogy hová kattintsanak, mi az, amit nézzenek, illetve hát nyilván a szokások miatt, illetve hát nem ebbe születtünk bele, új terület, és hát nem az anyatejjel szívtuk magunkba az internet világát. Alapvetően az, hogy a gyerekek jobban kezelik a digitális eszközöket, technikai értelemben, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a tartalmat is olyanképpen tudják felfogni, mint a felnőttek. Ennek alapvetően életkori sajátossága van. Éppen ezért nő meg a felnőttek felelőssége abban, hogy tudatosítsák a gyerekekben azt, hogy milyen módon lehet talán jól használni az internetet. A felnőttek tekintetében viszont nagyon fontosnak tartom, hogy azt a típusú morális pánikot ne állítsuk elő se magunk számára, se a gyerekek számára, egy végképp nem, hogy az internet az valamiféle ilyen ördögtől való dolog lenne, amit hú, le kell tiltani róla a gyereket, egyrészt nem megoldás, másrészt pedig a gyerek úgy is fog használni internetet, maximum a szülő nem fog róla tudni, hogyha minden állam meg akarja tiltani. Tehát nem ez az út, hanem az az út, hogy felkészíteni a gyerekeket arra, hogy minél tudatosabban használják az internetet. Természetesen a felnőttek talán tapasztaltabbak, mint a gyerekek, és ismernek olyan kockázatokat, amelyeket esetleg a gyerekek még nem. Ezért az ő felelősség, hogy ezeket a témákat a gyerekekkel átbeszéljék. Én röviden nem szeretném elviccelni a kérdést, de ugye az egy teljesen rendben lévő dolog, és ez csatlakozom az, amit Gabi is mondott, hogy a gyerekek bátrak, a szülők pedig félnek, mert ez a dolga. A gyerek az legyen bátrabb, a szülő meg, ebből van ez a szülősége lényege, féljen valamire. Én azt ajánlanám még mindig megfontolásra, hogy nagyon egyszerűen nem érdemes erről a kérdésről gondolkodni, tehát nem fekete-fehér, hogy vannak a gyerekek és a felnőttek, tehát ez egy végtelenül színes társaság, mind a kettő. A gyerekek között egyébként kutatásokkal bizonyítottan is vannak, akik félnek, vannak, akik tényleg még a szülőknél is félősebbek, és nyilván vannak, akik bátrabbak, és a szülőknél is ugyanígy nagyon sokféle szülői szerep, meg szülői felfogás van, és még egy dolgot ajánlanék így lábjegyzetbe, mert tudom, hogy ez a gyerekekről szól ez a beszélgetés, de hogyha megnézzük a számokat, vagy akár csak az ember úgy nyitott szemmel jár, akkor bizonyos felnőttek hát sokkal bátrabbak, mint a gyerekek, és egy bizonyos életkor felett, nem szeretném egyáltalán ebbe az irányba elvinni ezt a beszélgetést, tehát ott még kockázatosabb internetes viselkedések is vannak. Tehát csak ezt akarom mondani, hogy, ezt a, hogy mindig érdemes egy kicsit árnyaltabban gondolkodni ezek mögött a nagy, és benézni ezek mögött a nagy kategóriák mögé. Én azt gondolom, hogy óvodában nem is igazán az internet világa, ami kockázatos a gyerekek számára. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy érdemes már ebbe a korba is
nagyon játékosan és nagyon mesei alapokkal megismertetni a gyerekeket, vagy felhívni a gyerekeknek a figyelmét a veszélyekre. A gyerekek utánozzák a szülőket, és a szülők óhatatlanul használják ezeket az eszközöket, nem óhatatlanul, hanem tudatosan használják. A gyerekek viszont csak utánoznak bennünket, és nem tudják nyilván, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket helyesen használni. Tehát a mi felelősségünk az, hogy megmutassuk az utat. Óvodába az óvodapedagógusok azt gondolom, hogy azért is félnek az új eszközöktől és az IKT eszközöktől, mert ugye idősebb korosztály dolgozik az óvodákban. Nagyon kevés az ismeretük, nagyon kevés a tapasztalatuk ezzel kapcsolatban, illetve ott van, hogy féltik is a gyerekeket azzal kapcsolatosan, hogy ne vigyük be az óvodába, mert épp eleget használják otthon. Viszont ha tetszik, ha nem, azért tudnunk kell, hogy a gyerekek már, hát szerintem már 2 éves kortól kezükbe veszik a telefont és mindenféle eszközt, ide-oda kalandoznak, ők bátrak, ők nagyon szeretik a kihívásokat, az újat, tehát nem tudjuk ezt megakadályozni, és nincs is ennek értelme, viszont felelősségünk abban van, hogy akár a szülők részére megmutassuk azt, hogy hogyan kellene ezeket az eszközöket használni, illetve hogy felhívjuk a veszélyeket és a helyes utat ezzel kapcsolatosan. Köszönöm. Ahogy mondani szokás, minden a matekon múlik, és több hozzászólásban volt az internet használat idejéről szó, úgyhogy én Marcit kérdezném ismét csak, hogy átlagosan mennyi időt szoktál te az interneten eltölteni, illetve a kortársaid, ismerőseidnek az internet használati szokásai mi jellemző rájuk, illetve még egy kérdés, bocsánat, hogy szerinted ez jó dolog ebben a formában? Hát én naponta nagyjából átlagosan 2-2,5 órát töltök az interneten. Ez lehet, hogy elsőre soknak tűnik, de az ismeretségi körömben ez eléggé átlagosnak számít. Van, aki 1/2 órát használhat hetente, és van, akinek napi 6 óra a képernyő ideje. Hát nekem ez a 2 óra, ennek nagy része tartalomfogyasztásból áll. Mondjuk, amikor hazaérek az iskolából, akkor vicces posztokat nézek, hogy ez kikapcsoljon, de az ismerőseimmel is szoktam beszélni. Köszönöm. Az oktatásban rendszeresen vitatkozunk mi is egymás között azzal, hogy mikor kellene elkezdeni a kiberbiztonsággal kapcsolatos oktatást, ami egyébként kicsit ellentétben van azzal, nagyon sok szakértő tanácsával, hogy a lehető legkésőbb, tehát óvodában még nem igazán érdemes a gyerekeknek digitális eszközöket adni, holott mi mindig azt mondjuk azért, mert óvodában illene elkezdeni ezt a fajta felkészítést. És épp Etelkát kérdezném ezzel kapcsolatban, ugyanis pedagógusok túl korainak tartják az óvodai csoportokban ezt a fajta oktatást, de ha nem tévedek, te ezt másként látod. Igen, nálunk vannak IKT eszközök is. Használunk internetet, de úgy használjuk, hogy igazából vannak internetes játékok, nem tudom, hogy elég kevés egyébként az óvodások részére, ami fejlesztő és jó és valóban használható, de ezt úgy oldják meg az óvodapedagógusok, hogy nyilván különféle szabályok vannak akár a számítógép használattal kapcsolatosan, illetve kiteszik a képernyőre azokat a linkeket, amit használhatnak a gyerekek. Most, ahogy így kicsit jobban belemélyedtem én is az internet használatba és a biztonságba, rájöttem, hogy sajnos ezzel a területtel mi is kevesebbet foglalkozunk, mint amennyit kellene.
mi inkább a módszertanával próbálkoztunk eddig, de azt gondolom, hogy valóban nagyon jó, hogyha vannak ilyen konferenciák és előadások ezzel kapcsolatosan az óvodapedagógusok részére is. De tehát én azt gondolom, hogy nálunk az óvodában akár a tablet, akár a laptop, akár a számítógép, akár a robotjátékok, a Bebotra gondolok, tehát ezek mind mindennapos használatra ott vannak, és hát most már a gyerekek ugyanúgy játszanak ezzel, mint a babaszobába, de nyilván megfelelően kontrollálva, és megfelelő szabályokkal, megfelelő tartalommal a tevékenységekhez, projektekhez igazítva például a tartalmat. A DGS keretében mi elkezdtünk egy úgynevezett digimini kutatást, amit azért gondolt megcsinálni, mert gyakorlatilag alig van adatunk arról, hogy mi van az óvodákban. Alig van képünk erről. És szeretnénk legalább minimális információkhoz jutni azt illetően, egyáltalán milyen eszközfelhasználtság van, vagy milyen eszközhasználati szokások vannak. Az óvodapedagógusok hogyan közelítik meg ezt a kérdést, illetve mi a tapasztalat, hogy a gyerekek használják-e már ezeket az eszközöket, milyen módon használják. Azt tudjuk, erre van kutatás, hogy sok esetben egy éves kortól már elkezdődik, tehát ez a mozdulat, ez már egy évesen megvan. Az eszközhasználat természetesen ott, ahol ezt a szülők megengedik, vagy nem akadályozzák meg, tehát kicsit válaszoljak, nem lehet elég korán kezdeni szerintem a tudatosítást. Ami pedig azt illetve, amit a Marci mondott, ilyen nagy közönség előtt Marci azért szerény volt, de ez teljesen rendben való így. A 2,5 óra az nem, hogy átlagosnak mondható, hanem átlag alattinak. Én is sok gyermekes apuka vagyok, úgyhogy látom a legkisebbtől a legnagyobbig, hogy egy egész hétvégére lehet veszíteni a gyerekeket, hogyha nem vagyunk kellően kreatívak a programszervezésben. Tehát napi 2,5 óra az bizonyosan kevés. Ennél a magyar gyerekek jóval többet interneteznek napi átlagban szerintem. Hát én a Marcinál jóval többet töltök a virtuális térben naponta. Mondjuk ez lehet, hogy picit elrettentő lesz, de egy ilyen szerintem napi 10-12 órát. Ez nyilván munkámból adódóan is igaz. Hogy mikor kell elkezdeni a biztonságos internet használatra a gyerekeket oktatni, szerintem ebben én hadd hozzak fel egy kutatást, mi minden évben megcsináljuk a Digital Civility Indexet, bocsánat ezért a gyönyörű angol szóért. Ez egy globális kutatás, amit 25 országban készítenek, és ez igazából arról szól, hogy milyen viselkedés minták jelennek meg az internet használat terén, illetve milyen veszélyhelyzetek azok, amik gyakoriak abban az időszakban. Mi Magyarországon is mindig részt veszünk ebben a kutatásban, és most a legutóbbiban az jött ki, hogy a gyerekeknek, vagy fiataloknak így mondom, mert nem emlékszem pontosan, hogy hány éves korig van ez a fiatalok meghatározás, de kb. A 77%-uk került már veszélyhelyzetbe, találkozott már olyan helyzettel, amit valahová jelenteni akart. Tehát azért ez a gyerekeinknek, azért a 77% az nagyon sok. Ami jó hír, hogy 89%-uk viszont azt mondta, hogy bízik a pedagógusokban és a szüleikben, bíznak, hogy hozzájuk fordulnak a nem megfelelő viselkedés, vagy ha atrocitást tapasztalnak az interneten. Tehát az ilyen szintű tudatosság a fiatalokban már megvan. Tehát olyan mértékű publicitás van ez ebben a témában az utóbbi években, hogy ez megvan bennük, hogy erre figyelnek és jelentik. Azzal is tisztában vannak a fiatalok, mert kb. A 3/4-ük azt mondta, hogy tudják, hogy a
túlzott internet használat, vagy a túlzott ugye a screen time, ez a képernyőidő, ezt a Marci is nagyon profin használta ezt a szót. Tehát a túlzott képernyőidő az emeli a stresszt, tehát ők magukban is felismerik ezt, hogy emeli a stresszt, és akár függőséget vagy alvászavarokat is okozhat ugye ez a folyamatos kék fény. Én azt gondolom, hogy hát nem tudom, az óvoda az engem egy picit így megrémített, ez az szó, hogy az óvodában már megy a digitális világ, de mindenképpen azt hiszem, hogy azért egy ilyen 10 éves kortól feltétlenül beszélni kell a gyerekekkel a mindenféle veszélyhelyzetről. Ugye, mint szülők, azt automatikusnak vesszük, hogy mikor elviszük a gyereket biciklizni, vagy megtanítjuk, akkor mindenféle veszélyhelyzetre fölhívjuk a figyelmét, vagy mikor elkezd, nem tudom én, közösségi közlekedéssel járni egyedül, akkor megtanítjuk mindenre. Ugyanilyen szinten tudatosnak kell lennünk nekünk szülőknek, és hát a pedagógusoknak is, akik itt ülnek, illetve abban az országban dolgoznak, hogy a gyerekeknek ez ma alapvető képesség, hogy ismerjék azt, hogy a virtuális térben milyen veszélyek vannak. És akkor itt nem csak az ilyen egyszerű dolgokra kell gondolni, hogy nem tudom, lányok posztolgatják a képeket, hány éves férfiak ugranak erre rá, és hasonló dolgokat, hanem akár olyan részleteket is tudniuk kell, hogy tehát a gyerekek nagyon-nagyon könnyen kattingatnak a cookie-kra, nagyon könnyen megadják a saját személyes adataikat, tehát erről beszélni kell velük, hogy ez mit jelent. Egy fotó nem tűnik el soha az internetről. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez mélyen bennük legyen. És egy utolsó mondat még itt visszautalnék, hogy az igazság, hogy én mostanában már nagyon sok olyannal találkozom, hogy igazából nem feltétlenül a gyerekeket kell tanítani az internet veszélyeire, hanem nekünk a mi korosztályunknak is megvan az a kötelessége, vagy meg kell, hogy legyen, hogy utána nézzünk ezeknek a dolgoknak, mert a gyerekek sokkal több veszélyhelyzetet ismernek, sokkal tudatosabbak ebben, mint egy idősebb korosztály, egyszerűen csak azért, mert nem ismerjük. Tehát ez egy ismeretlen terület. Kicsit hosszúra szakadt ez a válasz. Semmi gond, köszönöm. Reflektálnál esetleg? Igen, vagy ki tudnám talán annyiban egészíteni, hogy egyrészt ugye elhangzott, hogy vannak kutatások, amik az óvodáskorúakat vizsgálják, hogy itt nagyon nehéz a gyerekeket vizsgálni. Tehát valójában ilyen 7-8-9 év alatt az egy fekete doboz, hogy ott a gyerekek pontosan mit gondolnak. Ugye utána lehet egy gyereket megkérdezni, mert akkor jut el arra a szintre, hogy egy kérdévet elé lehet rakni. Volt egy NMH által készített kutatás, mert részt vettem, ez 2 éves az adat, de nem hiszem, hogy gyökeres változások álltak be a valóságba. Ott 9 és 16 év közötti korosztályt vizsgáltuk, illetve a szülőket, hogy ők mit csinálnak, és nagyjából az látszik, hogy szülői szempontból körülbelül ezt a 9-16 év közötti időszakot, ezt 3 részre lehet osztani. A kezdete az nem feltétlenül 9 év, valószínűleg ez 5-6, amikor az gyerek elkezd kicsit önállóan eszközt használni, mert azért előtte valószínűleg inkább csak játszik, vagy YouTube videókat néz, ott a szülő felelőssége kb. Az, hogy ne tudjon elnavigálni a teljesen értelmetlen, vagy akár ijesztő, vagy akár negatív, vagy számára káros videók irányába. De azért 7-8 éves kortól kilépnek a játékból, ugye tudnak már írni, olvasni, tehát elkezdenek önállóan is felfedezni dolgokat. Tehát ez a legérzékenyebb időszak. Ha szülő tehet valamit, akkor az, hogy ilyenkor foglalkozik a legtöbbet a gyerekével, ilyenkor próbálja meg elültetni benne azokat az alapelveket és kialakítani az alapnormákat. Ez nyilván a szülőnek magának is példát kell mutatnia, tehát egy dolog mondani, de másrészt mutatni is kell, hogy hogyan kéne ezt csinálni a valóságban. Utána van egy nagyon, hát a legkockázatosabb idézőjelben korszak, az a 10-11-12 év, 13 év, hogy amikor kilépnek vagy belépnek a kiskamasz, vagy kamaszkorba, akkor indul meg nyilván a social media használat, a cseterés, az osztály Viber csoportok, a Messenger csoportok, stb. Tehát ott hirtelen egy egész más dimenzióba lép át a dolog. Itt kell legjobban figyelnie, úgymond a szülőnek, de továbbra is persze tanítania kéne
a gyereket, meg beszélnie vele, meg bizalmi viszonyt kiépíteni, és aztán nagyjából ennek a korszaknak a vége, tehát 14-15-15 éves korban ott már nincs nagyon mit tanítani, mert ott már a gyerekek magukat tanítják, és abból élnek, amit előtte megtanultak, tehát ott már tulajdonképpen csak monitorozni érdemes a helyzetet, mert ott már lepattan a szülő arról, hogyha a gyereket nagyon intenzíven szeretné irányítani. Köszönöm. Maradva picit az iskola és az oktatás témakörénél, a iskolátokban a tanárok hogy viszonyulnak ehhez a témához? Tehát szóba jön már mondjuk a különböző online kockázatoknak az átbeszélése, legyen szó mondjuk cyberbullyingról, vagy szó volt ugye, ha föltöltünk egy képet, az ott marad 20 év múlva is, meg egyéb ilyen kockázatokról, média, felelősség, meg egyebek? Hát mi eddig csak az informatika órán csak az álhírekről tanultunk. Ott volt is egy olyan feladat, hogy meg kellett keresni egy álhírt és a cáfolatát, de nagyon másról még nem volt szó. És ezt, hogyha megkérdeztem, hogy ez milyen óra keretében történt? Informatika. De majd később lesz média műveltség, meg média óránk is. Ez az álhír, ez már egy nagyon jó kezdet, mert ez az egyik nagy veszély. Én amit ebben a pillanatban így nem látok az általános ilyen oktatásnál, az, hogy például a saját adataik kiadásáról tényleg mérehatóan tanítanák a gyerekeket, hogy ez mit jelent, hogy mindent megad automatikusan, mert ehhez szokott hozzá, mert kérdezik és ő válaszol. Az iskolákkal kapcsolatban, tehát az informatika óra szuper, szeretném azt megmutatni, hogy nálunk a Microsoftnál nagyon sok kollégám, egyikőjük itt is ül, a Perlaki Gyula kollégám, aki önkéntesként járja az iskolákat, és biztonságos internet használatot oktat. Ez egy ilyen teljesen praktikus módon szuper jó munkát végeznek a kollégák ezzel, illetve amikor hát Gyula most mondta éppen ezzel, amikor beszélgettünk, hogy az elmúlt 4 hónapban 600 gyereket oktatott. Tehát szerintem ebben nekünk is, felnőtteknek is egyéni felelősséget kell vállalnunk, hogy megragadunk olyan lehetőségeket, ahol a biztonságos internet használatról tudunk beszélni, nem csak a saját gyerekeinkkel, a barátaikkal, a kis csoportokkal, és bármikor, amikor olyat tapasztalunk akár egy barátnál, ami nem megengedett. Tehát kell az iskolában az oktatás, de nekünk szülőknek is egyénileg is felelősséget kell ezért vállalnunk. Abban a nemzetközi szakértő társadalom egyetért, hogy a média tudatosság az a fogalom, ami köré talán kellene szervezni ezt az egész tudatosítást, de nem mindegy, hogy hogyan. Tehát a frontális, lineáris oktatás keretében oktatni a gyerekeket a katedráról, mint egyfajta, hogy mondjam, egy tantárgyként előadni azt, hogy mi a helyes magatartás, mi a nem helyes magatartás, ez nagy valószínűséggel nem vezet el a szükséges eredményhez. Éppen ezért nemzetközi példák alapján mi is indítottunk úgynevezett kortárs mentor programot, amelynek a keretében kortárs mentorokat képeztünk ki. Most még egy nagyobb pilot projekten vagyunk túl. 250 mentort képeztünk ki eddig, és mintegy 35 iskolába tudtunk eljutni több ezer diákhoz. De hát ez természetesen csepp a tengerbe, ezt a programot szép magyar szóval társadalmasítani kell, tehát sokkal szélesebb körben kell ezt lebonyolítani, ebben gondolkodunk a jövőben. Illetve megkezdtük a szülőképzést, mert ugye a szülőképzés nagyon fontos, hiszen a szülő könnyen átadja a felelősséget az iskolának, azt mondja, hogy hát ezt a gyerek tanulja meg az iskolában, de a saját felelősségéről ritkábban szokott megemlékezni. De nem mindegy, hogy a szülők is hogyan állnak ehhez. Tehát Marci mondta, hogy van, ahol heti fél órát engedélyeznek internet használatot.
Én ezt például nem tartom egy jó példának magam részéről, mert akár olyan versenyképességi hátrányt is okozhat később, bizonyos kompetenciákat nem szerez meg az a gyerek, akit így nevelnek fel, de természetesen minden családnak szíve joga, hogy milyen módon neveli a gyermekét bizonyos jogi korlátok között természetesen. Tehát a szülőképzést is elindítottuk, ennek keretében most van friss 150 mentorunk, és hát közel 1800 családhoz tudtunk eljutni az elmúlt időszakban, a digitális jólét program pontokon keresztül szerte az országban. Úgyhogy igyekszünk ezt a tudatosítást végezni, de az egész társadalom felé fontos, itt a médiának is van felelőssége, hogy tudatosításra kerüljenek az ügynek a fontossága. Köszönöm. Mivel az időnk sajnos rendkívül módon telik, így egy utolsó nagyobb kérdést tennék föl, így általánosan mindenkinek címezném, ha már a szülők szóba kerültek, akkor hogyan jellemezhető egy magyar szülő, illetve mitől lesz valaki digitális jó szülő? Illetve, hogy ha bármilyen veszélyt, kockázatot lát, akkor milyen módon kellene eljárnia ebben a kérdésben? Aki bátorságot érez. Szülőként mindenképpen először is a felelősséget, tehát hogy tényleg 10 éves a gyerek, ismeri azt, hogy mire kell vigyázni az interneten. Szerintem most már elég sok forrás van ahhoz, hogy a szülő is tanuljon. Másik felelősség pedig picit kapcsolódna ehhez, amit az előbb említett, hogy nagyon fontos elkülöníteni azt, hogy a gyerek ahhoz, hogy versenyképes legyen majd a jövőbeli munkapiacon, munkaerőpiacon, digitális képességekre szüksége van. És ezt külön kell választani, az, hogy digitális képességekkel rendelkezzen a gyerek, és az, hogy milyen internet veszélyek vannak, mert ilyenkor mindig, tehát hogy nagyon sokszor a digitális tér használatát egyenlővé tesszük, vagy gondoljuk, a social csatornák használatával. Nem erről van szó. Tehát egy mai 10 éves gyerek teljesen rendben van, ha appokat fejleszt. Rengeteg könnyen fejleszthető app van, szuper képességei vannak ebben a korban. Tehát, hogy nagyon, ezt nem sokszor szoktuk boncolgatni, de ez fontos, hogy ez a két dolog így egyensúlyban maradjon, akármennyire is tiltjuk, vagy tanítjuk dolgokra őket. Én óvodában csak annyit gondolnék, hogy illetve hát az óvodás szülőkkel kapcsolatban, hogyha használnak játékokat, már pedig elsősorban azokat használják, más nyilván nem. Csak együtt és közösen, tehát felügyelet nélkül sose adják oda a tablettet, vagy akármilyen eszközt, és hát megfelelő tartalommal, és hát nagyon szabályokkal, és hát kevés ideig, és ne a egyéb tevékenység rovására, tehát semmiképpen ne a szabad levegő, vagy a kirándulás, vagy a egyéb mese rovására menjen ez az eszközhasználat. Nem tudom, van-e átlagos magyar szülő? Nem tudom, van-e átlagos magyar jó szülő? Papíron. Talán abból a szempontból lehetne megközelíteni, hogy szintén ő is legyen egyfajta mentor. Tehát legyen képe arról, a gyerek mit csinál, a gyereket mi érdekli, ne akarja ráerőszakolni a saját mániáit, vagy internetről való képét a gyerekre, nem fog sikerülni. De igenis adott döntő pillanatokban, amikor a gyereknél bizonyos dolgok eldőlnek, valahogy próbálja meg ott lenni. Ez azt feltételezi, hogy aktívan kell kommunikálni a gyerekkel. Ez egy nagyon nehéz feladat, tehát itt minden szülőre igen komoly. Vagy minden szülőnek ilyen komoly képességekkel kell rendelkezni, az, hogy sikerüljön, de ez a feladat. Én tulajdonképpen csak bólogatni tudok minden az, ami eddig elhangzott. Szerintem a szülő legfontosabb feladata
mindezek tetében még, hogy, hát, hogy haladjon a korral egyszerűen. Figyelj, hogy a gyerek hol tart éppen egyébként a fejlődésben, tehát mit csinál, meg mit nem kéne csinálnia. Próbálja megérteni, hogy ebben mi örömét leli a gyerek, és próbálja meg igen segíteni. Tehát ez nem csak a veszélyek lezárásáról szól, hanem ez valójában arról, hogy belökje valami olyan irányba, amiben a következő 10-20-30-40 évben ő sikeres tud lenni. Ha kell, akkor tiltson, ha kell, akkor telepítsen szoftvert, és csináljon valamilyen technikai ellenőrzést, de leginkább megépítsen egy olyan bizalmi légkört a gyerekével, ami a beszélgetésről, meg az ilyen aktív mediálásról szól. Hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megfogalmazott véleményeket. Én azt gondolom, holnapig is tudnánk folytatni ezt a beszélgetést, mert bennem is még kis millió kérdés fogalmazódott meg, de utat kell engednünk a következő kerekasztalnak. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és még egyszer köszönöm a partnereimnek a beszélgetést. Köszönöm.